Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol arra gondoltam, hogy beszélek nektek kicsit az önbarnítókról, kifejezetten egyfajtáról, az én önbarnítózási szokásaimról, és megosztom veletek a tippjeimet, trükkjeimet, és elmondok minden hibát, amin én végigmentem, mire megtanultam nagyjából önbarnítót használni. Ebben a videóban lesz szó pár elég kínos dologról is, de egyről mindenképpen, és remélem, hogy tudok nektek segíteni, hogy ebben az időszakban is csodálatosan barnák tudjatok lenni. Úgyhogy azt mondom, hogy kezdjük is el, és először tisztázunk egy nagyon fontos dolgot. Véleményem szerint Magyarországon még nem kifejezetten elterjedt az önbarnító, és nagyon sokan még mindig szoliba járnak, és nyáron nyilván napoznak, ami több okból sem kifejezetten jó ötlet. Az első nyilván az, hogy rettenetesen rossz a bőrödnek, mind ráncosodás miatt, mind bőrrák kockázat miatt. Nyilván ezt nem is kell mondani. A szoliba igaz, hogy egy alkalommal viszonylag gyorsan kész leszel, de ettől függetlenül elég hosszú ideig kell járni, mire egy olyan szint elérsz, ami tényleg szép is, és hosszú időn keresztül fenntartható. A napozásnál pedig nyilván egy alkalommal is elég sok időt kell a napon feküdjél, hogy egy igazán jó szint tudjál elérni, ellentétben az önbarnítókkal, ami egyáltalán nem káros, nagyon gyorsan kész van, és általában nagyon szép szint is tudsz vele elérni. Vannak olyan fajta önbarnítók, amik pár óra alatt kifejtik a teljes hatásukat, teljes színüket, és azt tartják egy kötőjel másfél hétig, és vannak olyanok, amiket egész éjszaka kell hagyni hatni, és reggel mossátok le magatokról. Abba, hogy milyen fajta önbarnítók vannak típusilag, nem fogunk belemenni, mert rengeteg van és reggelig itt ülhetnénk. De bármilyen online drogériának az oldalára felmentek, biztos találtok egy csomót, és amit én most meg fogok nektek mutatni. Nem ez az arany standard, de szerintem ez egy nagyon jó önbarnító. És nem, sajnos nem szponzorálják a videót, pedig nagyon élvezném, hogyha reggeltől estig önbarnítóban fürödhetnék. De ez már más téma. Még mielőtt elkezdeném nektek elmondani a sorrendet és a fontos dolgokat, amin keresztül kell menni azért, hogy csodálatosan barna bőrötök legyen, megmutatom nektek, hogy ez az az önbarnító, amit én most jelenleg használok. Lovington a márka, és ez a 2 órás express sötét árnyalat. Normál esetben nem ezt szoktam használni. Jobban szeretem az ultra darkot, mert szerintem annak egy kicsit hidegebb a tónusa. Ez egy picit ilyen picikét narancsos, de abból kifogytunk, úgyhogy ezzel tudom nektek megmutatni. És itt szeretnék kitérni arra a részre, amit az előző videómban láthattatok. Ha nem láttátok, akkor csekkoljátok le mindenképpen. Gyönyörű narancssárgák voltak a kezeim, még mindig nem tökéletes, viszont sokkal-sokkal jobb, mint volt. Ez egyébként egy ausztrál márka, Instán és YouTube-on láttam rengeteget, szinte mindenkinél, akinél önbarnítós tartalom van fent, ezt használta, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kipróbálom. Ez volt az első önbarnító, amit kipróbáltam, és amikor megláttam, hogy Ausztráliából fog jönni, akkor már sziszentem egyet, hogy oké, ez egy hosszú kör lesz, és képzeljétek el, hogy nyilván, mint mindenhol, vannak opciók express szállításra, és azt hiszem, hogy 6000 forintos szállításért 3 kötőjel 5 nap alatt ideér a csomag, nyilván ez a munkanapoktól függ, és 4 napnál többet még soha nem vártunk egy csomagra se, és megpróbálok keresni nektek ide képet, hogy hogy küldik a csomagot, iszonyatosan szép, mint hogyha egy PR csomagot kapnál, úgyhogy ha számít igazából nektek az az élmény, hogy amikor megkapjátok a csomagot, hogy néz ki, akkor szerintem ez egy nagyon jó ötlet. És akkor lépésről lépésre. A Lovington oldalán nagyon sokszor vannak kuponok, vagyis nem az oldalon vannak kuponok, de nagyon sok helyen tudtok találni kuponokat az oldalra, ahol vagy árkedvezményt kaptok, vagy ajándéktermékeket kaptok. Ezt a kis bőrradírozó eszközt is, ez egy kesztyű igazából, így vettem. Nagyon cukin fel tudjátok húzni a kezetekre, van egy ilyen kis gumis szalag a csuklótok körül, egyszer nem csúszott még le menet közben a kezemről, úgyhogy rendesen tartja. 2 oldala van, a fekete az az erősebb oldal, nem mondom, hogy nagyon erős, de az az erősebb oldal, a rózsaszín pedig kifejezetten gyenge. Egy nagyon fontos szabály, az arcotokat soha se radírozzátok ezzel, viszont a testetekre nagyon jó és nagyon fontos, ugyanis ez az első lépése annak, hogy csodálatosan
barna, bronzos bőrt kapjatok. Radírozás menete, ez is egy fontos lépés. Akár tusoltok, akár fürdőkádban fürdötök, nagyon fontos, hogy felásztassátok a bőrötöket, ugyanis így tudjátok a legjobban eltávolítani az elhalt hámsejteket a bőrötök felszínéről. Óvatos, de határozott, körkörös mozdulatokkal végigmentek az egész testeteken, figyelve arra, hogy ne hagyjatok ki egy részletet se, ugyanis ahol kimarad, ott valószínű, hogy foltosak lesztek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Ezután, hogyha kijöttetek a tusolóból, kádból, nyilván megtörölköztök, ez egyértelmű, és a következő lépésünk lesz a testápoló. Ez a testápoló volt az első, amit megtaláltam a fürdőszobában, de teljesen mindegy, hogy milyen testápolót használtok. A lényeg az, hogy viszonylag vastag és zsíros textúrája legyen, és ez azért fog nekünk kelleni, hogy a hajlatokat fogjuk rá, könyököt, térdet, esetleg ujjak közt ujjakat be tudjátok kenni vele, mert ha először bekenitek testápolóval a bőrötöket, akkor az fog beszívódni, és egy kicsit enyhíti a barnító hatását, ezáltal nem lesznek csíkjaitok, nem lesz olyan a kezetek, mint nekem volt az előző videómban. Hogyha nem láttátok, akkor csekkoljátok le, fantasztikusan nézett ki. Egy kicsit elfeledkeztem róla, és ezt felhívom a ti figyelmeteket is rá. Jelenleg annyit mossuk a kezünket, hogy iszonyatosan ki van száradva, akkor is, hogyha napközben vagy este bekrémezitek, és nem is feltétlen látszik, az önbarnító tudja. Higgyétek el, hogy tudja, és nem volt elég annyira bekenni a kezemet krémmel, amennyire szoktam. És innentől volt egy olyan brutális narancssárga kezem, vagyis hát kettő, mert mind a kettőt nagyon szépen megfogta, mint a fene, úgyhogy ha most önbarnítószok, nagyon figyeljetek oda rá, hogy az egész kezeteket szerintem nyugodtan vastagon kenjétek be krémmel, és csak utána menjetek rá az önbarnítóval. Ezt nyilván élesbe is meg fogom nektek mindjárt mutatni, ugyanis ma a lábamat fogjuk önbarnítózni, ugyanis a youtuberek néha elég bénák tudnak lenni, és azt már Bencével többször lelepleztük, hogy videózásnál általában csak felülről nézünk ki elfogadhatóan, alul legtöbbször mackóban vagyunk, és ezt nálam úgy kell elképzelni, hogy az önbarnítózás az körülbelül a mellkasomon és a karjaimon fejeződik be. Sehol máshol, ami a kamerába látszik, csak az a fontos, főleg nyilván mostanában, hogy csak itthon vagyok, és senki nem fogja látni a lábaimat. Miután megvolt a testápoló, utána jöhet maga az önbarnító. A következő kis eszközünk az egy applikátor kesztyű. Ez egy nagyon-nagyon puha plüssös anyagból készül, mosható mosógépben, ajánlott is egyébként elég sűrűn mosni. Majdnem azt mondom, hogy minden használat után érdemes kimosni, sokkal szebb lesz az eredmény, kisebb rá az esély, hogy foltosan vigye fel a terméket, és egyébként is egy tiszta applikátorral a legjobb dolgozni. Amikor az önbarnítót viszitek fel, a legfontosabb dolog az, hogy körkörös mozdulatokkal kened fel az önbarnítót, és megpróbálod teljesen csíktalanra, teljesen folttalanra, folt nélkülire felkenni, és nem összetapicskolni. Megvárod szépen, hogy rászáradjon a bőrödre, és utána hagyod hatni. Körülbelül egy percig nem ajánlott felvenni semmi ruhát az önbarnítós testetekre, és azután, hogy bekentétek magatokat önbarnítóval, már nem lehettek vizesek. Nem moshattok kezet, nem izzadhattok, ez egy nagyon fontos lépés, és ha izzadós a kezetek, akkor ne tapicskoljátok össze az önbarnítót, mert minden meg fog rajta látszani. Egy valamit elfelejtettem említeni, hogy ha borotvával szörtelenítetek, akkor azt mindenképpen érdemes önbarnítózás előtt megtenni, ugyanis, hogyha felviszitek az önbarnítót, az nyilván egy réteg a bőrötökön, és a borotvával azt sokkal gyorsabban koptatjátok le. Erre érdemes odafigyelni szerintem. És akkor elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor segítségül hívom bájos segítőmet, akit mindjárt megismerhettek, és megmutatom nektek, hogy én hogy használom az önbarnítót. És innentől ti már csak a lábaimat fogjátok látni, ami egy megdöbbentő különbség. Úristen, kicsit félelmetes is egyébként. Úgy fog kinézni a dolog, hogy a jobb lábamat meg fogom csinálni önbarnítóval, a bal lábamat pedig nem, hogy össze tudjátok hasonlítani az előtte utánát. És nyilván, mivel a hámlasztás már megvolt, a következő lépés a testápolózás lesz, amit
Ti most nem teljesen láttatok, de először a térdemet fogom bekenni, utána a bokáimat, és a sarkam környékén igazából mindent. És egy nagyon kicsit a lábujjaimra is fogok kenni. Úristen, annyira hülyén néz ki a lábom ebbe a hülye képernyőbe. Következő lépésként fel fogom rázni a habot, ez egyébként egy hab, és meg is mutatom nektek, hogy így néz ki. Egyébként lehet velem van a baj, de én nagyon szeretem ezt az önbarnító illatot. Ezután, hogy kinyomtam igazából egy ilyen két pumpányi adagot, elkezdem körkörös mozdulatokkal mindenhova felvinni az önbarnítót. Viszonylag gyorsan szárad, de van időtök babrálni vele egyébként. Egészen addig kenegessétek, míg úgy nem érzitek, hogy mindenhol foltmentes. És hogyha az egész testeteket csináljátok, akkor a legcélszerűbb egyébként, hogyha a lábatoktól haladtok felfele, és egy időben egy testrészt fejeztek be. Elmondom nektek, hogy a kád szélén csinálni sokkal kényelmesebb, mint itt a létránál, de a lényeg az, hogy lássátok. Azzal, ami benne maradt igazából ebbe a kis applikátorba, átmegyek a lábfejemen, és próbálok odafigyelni, hogy ne hagyjak sehol csíkokat. Ha kell, akkor egy nagyon-nagyon picit kinyomok, és ezt dolgozom el mindenhol. A lábujjaitok közét semmiképpen ne hagyjátok ki soha. A felkenés után azonnal ez a különbség a két lábam közt. Most megvárjuk a 2 órát, és utána lemossuk. 2 hours later. 2 órával később vissza is tértem, és pár szót még mielőtt megmutatnám nektek, hogy hogy néz ki jelenleg a lábam. Ami a felvitelnél nagyon fontos, és ezt elfelejtettem említeni, minden olyan területet, ahol a bőrötök megtörik, ugyanúgy, mint az ujjatoknál például, sok irányból kell bekenni. Egy kicsit jobban elmagyarázom, hogy mire gondoltam. Nem elég, hogyha például az ujjaitokat így átkenitek, be kell, hogy menjen a kis redőkbe is mindenhova igazából a barnító, különben ott, ahova nem megy be, nyilván fehér csíkotok fog maradni, és ezt nyilván nem szeretnénk. Ezen kívül ezeket az önbarnítókat lehet arcra is kenni, de én sose szoktam, ezért szoktátok azt látni a sminkes videókban, hogy csak nyakig vagyok barna, és a fejem igazából hófehér. Nyilván ezt alapozóval nagyon szépen lehet korrigálni, hogyha nem használtok alapozót, akkor célszerűbb valószínű, hogyha bekenitek az arcotokat is. Az én arcom elég érzékeny az ilyen termékekre, és nagy valószínűséggel kipattogna, de őszintén megmondom, hogy kipróbálni se szeretném, úgyhogy ezt a lehetőséget én passzoltam, de ha ti szeretnétek az arcotokat is bekenni, akkor arra egy nagyon-nagyon jó opció, hogyha egy nagyobb púderecsetet használtok, és vagy rányomtok egy keveset az applikátorra, és onnan veszitek fel nagyon óvatosan és picike lépésenként az önbarnítót, vagy nagyon-nagyon keveset rányomtok az ecsetre, és azzal a körkörös mozdulattal, mintha alapozót vinnétek fel. Ezt egyébként ugyanúgy a kezeteken is lehet alkalmazni, én lusta vagyok hozzá, úgyhogy én az applikátorral szoktam felvinni, de ez is egy opció, és ezzel valószínűleg egy sokkal lazább hatást tudtok elérni, és nem lesz annyira erős. Nyilván, mivel csak Lovington önbarnítót használtam, így nem tudok elmondani a véleményem az összesről, és igazából többről se, de a lényeget érteni fogjátok. A 2 órás verziónál biztosan, de egy nagyon picit a simánál is észrevettem, hogyha a megadott idő lejárta után is magatokon hagyjátok, akkor elkezd besárgulni, benarancssárgulni igazából. És habár amit most a lábamon láttok, vagyis láttatok az előző klipben, az csak az indikátornak a színe, ami egy visszajelző szín, hogy hova kented fel az anyagot, és maga a barnítás az a megadott idő alatt fog megtörténni, de még akkor se örüljetek, ugyanis miután lemossátok az önbarnítót, sajnos veszít a színéből, de
Ha úgy érzitek, hogy nem elég sötét, akkor tudtok felkenni következő nap egy következő adagot. Végül is az nap, amikor reggel lemossátok az önbarnítót, és ezzel el tudtok érni egy kicsit tartósabb eredményt is, és egy sokkal intenzívebb szint. Jelenleg úgy érzem magam egyébként, mintha nem is a saját lábaim lennének. Az egyiknek gyönyörű barna színe van, a másik pedig hófehér, és itt el szeretném egyébként még mondani, hogy egyáltalán nem kötelező a barnaság, és hogyha ti is olyan hófehérek vagytok, mint én, és jól érzitek magatokat fehéren, akkor nem kell önbarnítózni, nem kell napozni, nem kell szolízni. Én jobban érzem magam, hogyha egy kicsit barnább vagyok, bronzosabb a bőröm. Egyébként szerintem jobban is áll nekem, hogyha van egy kis színem. De hogyha ti jól érzitek magatokat fehéren, akkor semmi kényszer. Remélem ezt mindenki tudta magától is, de fontosnak tartottam azért elmondani. És akkor, úristen, nagyon ki fogtok nevetni, de nézzük a lábamat. Hát, igen. Van egy kevés különbség, ahogy látjátok. Ahogy nézem a kis képernyőn, talán még durvább, mint egyébként. De így néz ki a lábam a szín 2 óra után, most pedig lemosom, és megmutatom a végeredményt. És ez lett a végeredmény, így néznek ki a mancsaim. Nekem nagyon bejött az önbarnítózás, van, aki egyáltalán nem szereti. Jelenleg szerintem ez a legegyszerűbb módja, hogyha a karanténban is szeretnétek szép barnák lenni. Rengeteg önbarnító márka létezik, nem kell Ausztráliából rendelnetek, hogyha nem szeretnétek pont ezt a márkát. Magyar drogériák webshopján is rengeteg fajta önbarnítót találtok. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, hogyha bármi kérdésetek van még esetleg az önbarnítózással kapcsolatban, akkor azt a komment részlegbe írjátok meg nekem, megpróbálok mindenre válaszolni. Remélem, hogy fogok tudni. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!